február 22-én lesz. Tóth Ferenc barátunktól kaptunk egy felkérést. Egy picit a pszichológia oldaláról próbáljuk meg megközelíteni ezt a jeles napot, és egy nemes kollégám a dr. Mező Ferenccel, illetve az ő felesége Mező Kati és az ő feleségem Kelőné Kovács Ildik. Közösen próbálunk felkészülni egy másfél órás együtt létre, ami hát bízunk benne, hogy ez interaktív lesz, és akár a humor szinterére is emelni, mert az már a nehéz perceknek a oldását is jelentheti. Mindenképpen azért az éhezés és a viszontagságok, nehézségek megközelítése, és mindenképpen szeretnénk bevonni olyan úgymond nagymúltú embereket, akik megélték ezt, és akik ebből táplálkozva sokat tudtak adni az emberiségnek, és az ő tanításaikat szeretnénk anekdótákba fűzve továbbítani a hallgatóságnak, hogy érdeklődést felkeltő, és hát tudományos értékű is legyen az a együttlét. Ebben a kérdésben két kérdés is megfogalmazódik. Itt a kollégákkal, hallgatókkal éppen arról beszélgettünk, a masztói pirulásra, ami arról szól, hogy egy picit a jólét felé sodródva nagyon sok ember komfortfokozata nagyon magas, és hát nyilvánvalóan innestől kezdve a nehézségek átélése, elviselése egy új problémakört nyit a pszichológia terén. Ugye ezt, mint az egyént érő kérdést válaszoltam most meg, ugyanakkor pedig a nehéz helyzetben lévők, akik segítségre szorulnak, én azt látom, hogy az emberek nagyon segítőkészek, és ha megkapják azt a lehetőséget, hogy milyen csatornán, hogyan tudnak akár a legegyszerűbb módon segítséget nyújtani, akkor nagy az összefogás.